Hello, Hello, szevasztok! sziasztok! Na, a mai kihívás pedig egy Surströmming nevezetű halacska lesz. Opa, ezt a szemüket levesztük, mert ezt tényleg voltunk inni. A mai adásban pedig egy Surströmming nevezetű, nem tudom, hogy kell kimondani, ez egy svéd csodálatos ételkülönlegesség, kuriózum, ami arról híres, hogy senki nem szeretne ilyet enni, de mi megpróbáljuk megkóstolni, és föl kell mennünk a hegyre, mert ezt egyébként még nem egy zárt térben, de még olyan helyen, ahol sűrűn lakott, ott sem szabad körülbelül ezt fölbontani, mert megköveznek a szomszédok. Tartsatok velünk, induljunk neki a hegynek, ott az a hegy, arra fele fogunk fölfelé orientálódni. Hát akkor let's go, kis kardió edzés benne van legalább. Ez egy erdő? Jé, ez egy fa. Köszönjük meg a nézőknek, így néz ki egy fa. Egy erdőben. Hol van az erdő? Bűnös volt a fa van. Na hát most már lassan egy órája jövünk. Eltévedtünk. Na jó, csak 3 perce körülbelül, de én már most meguntam. Itt vagyunk különben a dzsungelbe. Ezek, mik vannak itt? Anakonda, meg préri farkas. Benszülöttek, igen. Itt van egyébként egy kis csoportjuk. Megpróbáljuk majd őket közelebbről megvizsgálni. Krisztián, ott van mögöttem egy busman. Ott van mögöttem, hogy Jézusom, busman! Most már milyen magasan lehetünk már, hogy vagyunk annyira, mint a kékes? Hát hányás érett is ütani! Megérkeztünk Pupinak a lakjához, ott van fel, ott lakik egyébként a Pupi. Igaz ez? Hát azért... Jó kis parlány. Takaros kis parlány. Na hello, sziasztok! Ismét felértünk a hegycsúcsra. Hát hány kilométer? Mi voltunk már, hogy ismét felértünk, hogy mi történt? Mi? Voltunk már fent, hogy ismét felértünk. Nem azt mondta. Külön hello ismét, vesző, felértünk a hegycsúcsra, ami inkább csak egy bucka, kis domb, na mindegy. Hány kilométer volt? Nem volt üres. Negyed. Volt vagy 150 méter, hát mindegy. Akkor átadom a Tibinek a szót, mert ő szerezte be ezt a csodálatos elemózsiát, ezt az élelmet, úgyhogy... Üdvözlök mindenkit! Ő Tibi, ez... ő Pupi amúgy. Sziasztok. Igen, Tibi, Pupi. Na, mi ez? Ez egyébként a gyári csomagolás, ebben a formátumban jutottam hozzá ehhez a gyönyörűséghez. Budapesten egy úriembertől szereztük. Köszönjük neki ezúton is. Ezúton is köszönjük neki, király vagy. Elég szép története van ennek a finomságnak, ugyanis ezt az úriember saját célra vásárolta egy baráti összejövetelre, ami meghiúsult. De már az elhozatala sem volt egyszerű, ugyanis Svédországban volt ő kint, és amikor ezt haza akarta hozni, akkor a repülőtéren közölték vele, hogy ez repülőgépen sajnos nem szállítható, mert állítólag ki is kukáztak már repülőt azért, mert egy ilyen felrobbant rajta, annyira kemény ez a dolog. Jó hangzik. Úgyhogy közúton egy teherautóval hozatta haza cirka egy éve, és egy raktárban volt ez ledepózva, és onnan hozta el részünkre, hogy élvezhessük, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ez... Hogy szenvedjünk, na, mondjuk ki legyen, hogy akkor lássuk, hogy mit rejt ez a diszperzítes vödör, vagy cifes, elnézést, unboxing, cifes vödör. Unboxing videó egyben. Hát van egy jó nagy ilyen, milyennek hivatalos neve ennek a... Pokifólia. Pokifólia. Egy ilyen csodás pokifólia. Óvatosan. Ez magában rejt egy ilyen csodálatos sínzáros zacskót. Sebészi pontosággal elrakott. Jézusom, óvatosan, nem ám itt baleset történik. Na hát akkor nézzük csak. Egyébként vannak olyan oldalak, ahol be lehet szerezni. Akkor... Ilyen 10-15 ezer, 20 ezer forintért mondjuk lehet. Ez egyébként annyival ki, mert nem mondtuk el szerintem, hogy ez amúgy egy norvég, ugye? Svéd, bocsánat, svéd. Ez egy svéd, hát minek számít a svédeknél egy ilyen... Nemzeti különlegesség, ilyen nemzeti különlegesség. Egy ilyen tradicionális véd, akármi csoda, igen, ez egy erjesztett valami fahordóban, félig rohasztott hering. Rohasszák a heringet a fahordóban. Na, hát itt van ez a gyöngyszem, hát megmutatom a kamerának, hogy látszik, hogy ez a gázok. Döntsd meg, hogy látszódjon az is. A gázok azért eléggé finoman dolgoznak benne, föl van puffadva, mint egy balon. Honnyit rajta a farkas, az sem véletlen. Hát igen, lehet, hogy az is mi is fogunk honnyítani. Hát igen, ez a csodás Surströmming. Imádni fogjuk, elég bitangosan néz ki, tényleg, hogy... De miért esznek a svédek ilyet? Ez alul-fölül föl van puffadva elég kegyetlen szinten. Mint egy lepülő csészaj, nem olyan? Hát... Mit mondtok? Ugye, sugárhajtás még lehet? Ez akkorát fog fröcskölni, elmondom neked, hogy ez kettő cigellő.
És most összenyomnám. Te meg ne próbáld. Hát nem tudom, figyelj, akkor bontsuk. Bontsuk ki, kibontsuk? Hát kibontsuk. Hát menjen. Akkor hol van akkor egy célszerszám? Váltunk nézőpontot. És akkor? Vagy nem tudom, veszed akkor azt is? Nem veszed? Jó. Akkor majd a pupi veszi. Ó, bakker. Már egy nyolc szög, mint egy karika. Nyissa a legbátrabb. Tibi. Hát nem erre felé mind. Fogom, hogy a Gergő felé spricceljen. Beállok meg. Jézus Mária. Hú, bazdmeg. Jaj, Istenem, jaj! Nem történt semmi egyébként. Ez hát a még nem, de majd fog. Másik fajta kéne szerintem. Egyelőre nem tette meg a... Kiszállt belőle a szellem. Érzel valamit? Még nem, hál' Istenem. Jézus Mária! Nem szaguljon meg, én is. A hülye vagy. Mindenki. Ez rohadt kemény, hallod? Erre nem lehet számítani. Átfejlőztetem a tüdőmet, és levegővét kellék ki fogom. Erre nem számítottam el a szagra. Jézus, várjál, sokkal rosszabb, mint amire elvitáltam. Várjál, kinyitom. Nagy levegő. Nekem még rosszabb is, mert én nagyobb felületen kapok levegőt, mint ti. Nyisd ki, legyél kemény. Nem lehet izélni ez a dög, meg a hal, meg így minden ez a... Várjál, nem nyitotta. Hogy szaglászom meg? Pupi, ez nagyon bírja, muti. Várjál, átveszem szagot. Te nem mondod, hogy neked... Jézus Mária, gyerekek! Akkor neked kell fölbontani. A pálpusztaira... Szerintem jó lesz ez. Kellemes aromája, fúj te! Kicsit ez a pöces a szag. Igen, ez a pöce. De nagyon, miből vagy te, hogy így bírod, hallod? Én leszek a leggyengébb, gyerekek. Én most majdnem kidobtam. Félútról nyeltem vissza a szagától, bakker. Fúj, ez... Mire? Mihez lehet ezt hasonlítani? Te egy... Mihez? Cippantós autó. Valahogy ezt ki kéne emelni. Egy fával, nincs itt egy fával. Nem nyúlok hozzá, én nem nyúlok hozzá, esküszöm. Mindenki tudjon. Na, hogy ez nem jó. Fúj, de rohadt. Fúj. A Tibi. Jön. Hülyék vagytok. Hobot is kotódik rá vissza. Hát, azért a halászlé meg ez között van egy kis különbség, gyerekek. Nehogy visszakotold a hobot. Ez kell. Ah! Az adja a szaftot neki. Elnézést, nekem ezt muszáj földobnom, mert a szagától behánynék. Hoppá, itt a halacka. Fúj! Jaj, gyerekek, ez kegyetlen rossz. Várjál. Na, hogy ilyen hapos... De miért esznek ezek ilyet? Nem tudom, te hülye vagy, ez egy bűncselekmény. Hát ezt büntetném, ezt. Ez bűncselekmény. Jézus Mária. Elkevergesd már, pupi! De most miért? Elkevergesd már, kegyetlen! De ne kevergesd már, könyörgöm, mert kegyetlen rossz! Elég melyen érzik. Jó, kezdte Gergő. Hát jó itt van. Kegyetlen rossz. Nagyon rossz már szaga is. Na. Jézus Mária. Ez már megeszi. Hallod, ilyen nincsen. Ilyen nincs. Ezt nem hiszem el, hogy te így megeszed. És ez megeszi. Nem rossz amúgy. Elején van egy kis intenzív íze. Na gyerünk, Tibi, küld be. Jézus Mária. Na, mit? Na, bemarad! Ugye, hogy nem olyan rossz, mondtam én. Finom! Isteni! Na, azért csak lent a gyomorból, nem igazán. Ez az. Kell egy palac kifli, hogy mi a fasz. Nem. Nem. Én ezt nem köszönöm. Nem, ez kegyetlen rossz. Nem rossz, tök finom. Mondom. Nem értelek titeket, hogy mi a bajotok vele. Harapjál rá gyorsan, nem olyan vészes. Nem olyan rossz ez. Szagát attól fog hányni. Bazd meg. Nem, ezt nem kéne megfúrni kézzel. Nem, én ezt nem kóstolom meg. Én nem, bazd meg. Nem, ezt hallod? Megfogtam, figyelj. Megfogtam ujjal.
Ó, azt a kurva, vágjátok le a kezem! Ott van a szélén. Ott van, mind az ott rajta. Én csak egy kicsit harap, csak végigítjük, hogy harap le. Húj, de kurva undorító! Hogy lehet ez? Hogy lehet ezt étkezési célra használni? Ez a szar. Lőd meg menni a légy. Okay. Drága volt a só, és így tudták tartósítani a halat. Ez ennek a története. Pálcika mester. Oh! Fúj, ezeket is itt hagyjuk. Hú, de rohadt büdös. Összegzés. Hát akkor srácok, összegezzünk. Én örülök neki, hogy végül füsttel elbúcsúztatjuk ezt a szart. Én is. Örökre. Igen. És utoljára. Aj, de jó az a füstszag. Ez az, végre valami kellemes. Ez nem élelmiszer, ez egy moslék. Még annak sem nevezném. De nem tudom, ki, miért ez? De ki ez? Miért? Kitalált milyen ez célból? De figyelj, valaki... Állítólag drága volt a só, és ezért találták ki Svédországban, mert kevés só. 7 milliárd emberből lehet, hogy szereti 10. Annyis biztos, inkább komolyan mondom, még a pöcegödörből kanalazgat kicsit, még az is jobb. Még az is jobb, mint ez. Na hát akkor köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a srácoknak. Köszönjük. Hogy kipróbálták. Nem fognak látni, úgy Pupi azt mondta, hogy ő... Lesz. Pupi az víz haza két konzervat. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, tartsatok velünk legközelebb is. Amikor valami normálisabb kaját eszünk, valami ennél mega... Ennél van, ez nem helyzőben elni, nincs magasan a létszbakken. Ennél még az ízé is. Még ezt a kákicsot is hamarabb megrácsálnak. Most megeszem, nyilvánosan, esküszöm. Kommentben légy szíves, tippeljétek meg, hogy mi legyen a következő kaja, valami... Valami pizza, vagy ilyen magyaros étel, vagy kiló rántott hús, rajtatok múlik. Most ezt ti fogjátok írni, ezt a következő adást. Úgyhogy. Csak ne ilyen legyen, annyit kérdezik. Csak ne ilyen szar. Köszönjük. Szevasztok! Szevasztok! Sziasztok!